Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszer című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 5-0-ra verte a Sopront a Kisvárda a labdarúgó NB2 zárófordulójában. Aranyérmet nyert a junior bajnokság döntőjében a Fátum Nyíregyháza. A Szolnokon elszenvedett 1-0-as vereséggel zárta a szezont a Spari. Az NKK 5-ös sikerével zárult a regionális kosárlabda döntő. Csatlakozott az U20-as válogatott kerethez a nyíregyházi Fazekas Csaba. 5-0-ra verte a Sopront a Kisvárda az NB2 utolsó fordulójában. A Várda az MTK mögött a második helyen végzett, és mindkét csapat feljutott az NB1-be. Azt beszéltük a srácokkal, hogy mindenképpen győzelemmel kell ezt az évet lezárni. Szerintem ez így dukál, megérdemlik a srácok a mai győzelmet. Az elején kicsit nehezebben indult, de utána, az első gól után beindult a gépezet, és utána akár még több gól is lehetett volna. Kimondatlanul elvárták a szurkolók, elvárták a vezetők a feljutást ettől a csapat, egy nagyon hosszú bajnokságnak értünk a végére. Most fújták le néhány perce az utolsó találkozót, de azért gondolom egy picit már tudsz mérleget vonni. Természetesen, hát nem indult ez a bajnoki év úgy, hogy föl kell jutni a csapatnak, ugye? Amit mondtam, a múltkor első mérkőzés után volt, aki azt mondta, hogy a 8-ban nem lesz a csapat benne, ehhez képest most az első osztályba került. Én azt gondolom, hogy nagyon jól, elég sok játékos kicserélődött ugye a nyár folyamán, 10 új játékos érkezett. Nem volt olyan hosszú idő arra, hogy fölkészüljünk, de annak ellenére nagyon jól indultunk a mérkőzésbe, a sorozatba, a bajnokságba, és nagyon szép őszt produkáltunk. És akkor télen jött az, hogy most már akkor föl kell kerülni, hogyha ilyen helyzetbe került a csapat. Ez volt, amikor Bénit olakhatott a játékosokra, és nem úgy sikerült a játékot megvalósítani, ahogy szerettük volna, de végül is a célt, amit saját magunk elé is kitűztünk, csak nyilván én ezt nem akartam hangoztatni, azt megvalósítottuk. NB1-es bajnoki címek, Magyar Kupa győzelmek mellett az edzői karrieredben hol teszed ezt a feljutást? Egy kisvárosban írt sporttörténelmet a csapat. Így van, tehát amikor viszont a sporttörténelme, amikor idejöttem, akkor azt mondtam, hogy Debrecenben már sikerült bekerülni a sporttörténelem könyvébe, szeretnék Kisvárdán is. Ez úgy néz ki, hogy sikerült, és ugye fennállás óta először jutott fel a Kisvárda az első osztályba. Azt mondom, hogy a veretlenül megnyert bajnoki cím szerintem az visz mindent, mert ott nem csak bajnoki címet, hanem kupát is veretlenül nyertük, viszont ez is nagyon fontos számomra, és nagyon nagyra értékelem ezt az eredményt és ezt a bajnoki évet, és köszönöm a srácoknak, hogy ilyen jó munkát végeztek, és minden egyes pillanatban lehetett rájuk számítani. Egy évvel ezelőtt, mikor épp, hogy lecsúszott a feljutásra a Kisvárda, azt mondta, talán nem is olyan nagy baj, hogy nem jött össze az NB1, hiszen sem a csapat, sem a klub még nem érett az élvonalra. Eltelt egy év, úgy telt el az egy év, hogy eltervezett, és most már érett a csapat és a klub az NB1-re. Úgy érzem, hogy nagyon jó döntést hoztunk. Nem csak az elmúlt évben, az utolsó meccsen, hanem folyamatosan már az elmúlt 7-8 évben. És ez a munka, ez a tudatosan felépített klubmodell, ez a lépésről lépésre való haladás, és mindig mindent átgondoló stratégia, ez oda vezetett, hogy most megérdemelt jutalmunkat ünnepelhetjük ma, mégpedig a feljutást. Ha tavaly évben váltottunk volna osztályt, nagyon nagy kockázattal járt volna, akár még a klubnak a tétulását is eredményezhette volna, ehelyett pedig egy olyan megerősített bázissal, alappal vágunk neki a következő nagyon magas kihívásnak az NB1-nek, amelyre föl vagyunk készülve. Mind infrastruktúrálisan, mind sportdiplomáciailag, mind pedig szakmailag. Azok a játékosok, akik a tavalyi évben távoztak tőlünk, illetve akik helyettük jöttek, azok bizonyították, hogy nem véletlenül volt ez a csere, és velük, illetve a szakmai stábbal természetesen egy olyan egyveleg alakult ki, amely, ha bár a mérkőzések elején ősszel még nem számított esélyesnek, mert sötét lóként néztek ránk nagyon sokan, ennek ellenére úgy gondolom, ahogy teltek a meccsek, úgy javult a csapatnak a teljesítmény, és jött az eredményesség is, teljes mértékben megérdemelt, és már ősszel olyan előny, olyan beosztatatlan előnyt harcolt ki magának, amelyet a tavasszal csak meg kellett őrizni. A tudatosság, a fiataloknak a szerepeltetése, ez mind-mind olyan, ami a magyar futballban nem mindig van jelen. Vannak vágyok, vannak álmok, ez most valahol nálunk mind a kettő teljesült, és én továbbra is azt gondolom, hogy a következő évnek nem úgy fogunk neki vágni, mint tettük volna azt egy éve korábban, hanem most már, mondhatom bátran,
Egy fél éve készülünk az új igazolásokra. Sokkal nagyobb területünk és időnk volt erre. Alaposan körbe tudtam járni azokat a játékosokat, akiket kiszemeltünk, illetve ajánlottak nekünk. Hát megvan most már egy olyan új mag, akire számíthatunk az élvonalba. A költségeink azok nem lesznek magasak, talán a legkisebb lesz az NB1-ben, sőt egész biztosan. Ennek ellenére az NB2-ben is a középmezőnyben voltunk, és ez a tudatosság ez eredményben is megmutatkozok. Nagyon remélem benne, hogy az élvonalban is ez lesz. És remélem, hogy hasonlóan sokan fogják buzdítani a csapatot is. Érkezőket már jelentett be a klub, minden bizonyal lesznek távozók is. Nagyjából lehet tudni, hogy hányan mennek, hányan lesznek új emberek, és mikor alakulhat ki a végleges keret? Büdzsénk még 70-80%-ban alakult ki. A következő héten teljes mértékben letisztázzuk ezt a kérdéskört. Annak ismeretében még távozhatnak, illetve érkezhetnek, de azért jelenleg már 7 új labdarúgóval bővült a keretünk. Ezeknek a játékosoknak egy részét már bemutattuk, illetve a héten is természetesen közzétesszük. Minden egyes játékosunkkal foglalkozunk. Nem fogok úgy elengedni játékos, hogy ne lenne meg a következő csapata. Mindenkire figyeltünk eddig is. Nyomon fogjuk követni, és természetesen számíthat ránk, és lesz csapata minden egyes játékosunknak, főleg most egy feljutóban azért könnyebb lesz igazolni. Mikor kezdődik a felkészülés, hiszen július második félben már rajta az NB1? 18-án júniusban, tehát 2 hetük lesz a játékosoknak, megvan már a terv a felkészülésre, az edzőmeccsek még most alakulnak. Én bízom benne, hogy az első 2 meccset talán még idegenben játszva, az első hazai mérkőzésünket már a új stadionban fogjuk tudni megvívni. Aranyérmet szerzett a junior női röplabda bajnokság döntőjében a Fátum Nyíregyháza. Erdősné Balog Erika együttese a fináléban 3-2-re verte a Békés Csabát. A bajnokság alapszakaszában az NB2-be indult a U21-es korosztály minden csapatba. 3 régióra osztották az NB2-t, ott gyakorlatilag csoportelsők lettünk, és ezt követően a tavasz folyamán 2 tornán kellett kivívnunk gyakorlatilag a 2-4 csapatos tornán kellett kivívni a továbbjutást, ezt a Buda Őssel együtt sikerült megszereznünk, és így kerültünk be az országos 6-os döntőbe. Milyen célra érkeztetek? Érmet szerettünk volna, tehát a 4 közékerülés az volt az elsődleges. Én őszintén megmondva titkon reméltem, hogy döntőt tudunk játszani, és a pénteki nap teljesítménye alapján pedig ez erősödött bennem, és bíztam is abban, hogy sikerül megnyernünk ezt a tornát, ha bár a labdagömbönyő is mindig csak utólagosan lehet biztos az ember az ilyen eredményben. A csoportmeccseken 3-0-ra verte a csapat az Újpestet és a Vasast, ez a Vártnál könnyebb volt? Igen, a Vasasot számítva mindenféleképpen, ugye nem játszottunk velük egész évben, nem igazán tudtuk a játékerőt, ha bár ott is a felnőtt keretből, tehát ismertük a játékosokat, hiszen 4-en és 5-en is a felnőtt keret tagjai, és a Fátum Nyíregyháza felnőtt csapata játszott eleget a Vasassal a tavalyi idényben, de én úgy gondolom, hogy ott nagyon összeszedetten, nagyon koncentráltan, nagyon jó végjátékokat nyújtva sikerült legyőznünk a Vasast, és ez egy jó tartást és jó erőt adott a továbbiakban. Az UTER csapatát kicsit könnyebben sikerült nyerni, illetve a döntőbe jutást a Buda Őrs ellen is 3-0-ra tudtuk hozni. A döntő viszont egy összetett csata volt a Békés Csaba ellen, gondolom egy kis presztízs jellege is volt a mérkőzésnek, mivel tudtátok fölülmúlni a csabaiakat? Igen, én úgy gondolom, hogy az első szedben nagyon erősen és nagyon taktikusan, határozottan, jól nyitva, gyakorlatilag állva hagytuk a Békés Csabát. A második szedben följavult az ő játékuk, ők is jobban, erősebben tudtak nyitni. Ez minket egy kicsit megzavart, nem tudtunk pontos támadásokat indítani, és egy kiélezett csata, ugye 23-ra elvesztettük a második szettet, majd a harmadik szedben egy kicsit olyan döcögős volt, vagy úgy nem tudom, valahogy ott érezték meg a lányok, hogy ez igazából ez egy döntő, itt minden pontért maximálisan küzdeni kell, és egy 19-14 pontos hátrányból sikerült robbantanunk és fordítani. Igazából én úgy gondolom, hogy talán 3-1-re is tudtunk volna nyerni, hiszen 23-22-re még mi vezettünk a negyedik játszmába, de hát egy döntő pszichéje azért az mindenféleképpen
más, mint egy sima bajnokság. Elvesztettük a negyedik szettet, de ennek köszönhetően azért a lányok az ötödik szettbe úgy álltak föl, hogy gyakorlatilag itt kérdés nem maradt arra, hogy kinyerje ezt a bajnokságot. Mekkora segítséget jelentett az, hogy nagyon sokan a csapatból a felnőtt csapattal készülnek, és a felnőtt csapatban játszanak, bár, mint említetted, az ellenfeleknél is voltak ilyen játékosok. Hát óriási segítség mindenféleképpen, hiszen azért még, hogyha kevesebb játék lehetőséget kapnak egész évben, akkor is olyan szintű bajnokságban játszanak folyamatosan, illetve hát olyan stábbal is olyan mennyiségű edzés és minőségű edzés számot tudnak végrehajtani, amit a végén mindenféleképpen kijön mindenben, mint pszichében, és itt szeretném megköszönni kollégámnak, Horváth Andrásnak a mérhetetlen lelkesedését és odaadását, hiszen azért ő jobban ismeri ezeket a lányokat, jobban tudja, hogy kell őket felkészíteni, és gyakorlatilag mindent megbeszélve, és az ő iránymutatásának megfelelően készültünk, és lett ez az eredménye, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. Az aranyérem és a kupa mellett két külön díjat is elhozhatok, Budőrsőr kikapták. A torna MVP játékosa, tehát a legeslegjobb játékos az a Varga Elizabeth Lenke lett. Ugye Eliza most került hozzánk januárba, de hát én úgy gondolom, hogy egy kincset találtunk. Mindenki csak pozitívan nyilatkozott róla, és én úgy érzem, hogy nagyon messze juthat. Eliza nagyon alázatos és nagyon-nagyon jó játékos. Nagyon komoly teljesítményt és komoly szerepet vállalt abból, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, és a másik pedig a Tóth Fruzsina, libero poszton, ő pedig egy nagyon stabil védekezője a csapatnak, illetve hát az ő rutinja az nagyon-nagyon nagy szükség volt ezen a tornán. Sok pihenése nincs idő, hiszen ezen a hétvégén már az ifjúsági kupadöntőjét rendezik Kecskeméten, ahová gyakorlatilag ugyanezzel a csapattal utaztok. Igen, két játékos kivételével, a Kalotai Zsófi és a Sitko Renáta, ők már kiöregedtek ebből a korosztályból. Ugye itt a 99-es a felső korhatár, Kecskeméten lesz. Itt csoportmeccsen már a Békés Csabával fogjuk kezdeni az első mérkőzést, úgyhogy ez mindenféleképpen nagy presztízs lesz. Az ő csapatukból is egy játékos fog hiányozni, tehát majdnem ugyanaz a felállás. És a Gödöllő lesz a másik csoportbeli ellenfelünk, úgyhogy én mindenféleképpen az első célunk az, hogy négy közé kerüljünk, éremért tudjunk játszani, és hát ha sikerül duplázni. A Szolnokon elszenvedett 1-0-ás vereséggel zárta a szezont a Nyíregyháza Spartakusz. Bosik József együttese az 5. helyen végzett az MB2-ben. Nem volt könnyű, sok zökkenő volt nyilván a szezon során. A vége felé sok volt a változás is, most már azért kicsit örülünk, hogy talán egy nyugodtabb időszak jön, és már a jövőt tudjuk tervezni. Beszéljünk még azért picit a múltról, mi kellett volna az, hogy előkelőbb helyen végezzen. A csapat ugye a bajnokság elején az MTK és a Kisvárda nagyon elment a mezőnytől, de a 3. helyre még a hajrában is volt esély. Igen, azért azt hozzátartozik, hogy nyilván az MTK-nek egy NB1-es kerete van. A Kisvárda egy nagyon kiegyensúlyozott MB2-es keretet rakott össze, ami azt jelenti, hogy majdnem minden posztra volt két hasonló kaliberű játékosuk. Mi azért ugyanezt nem mondhatjuk el egyértelműen magunkról. Nálunk azért egy-egy meghatározó játékos kiesése sokkal nagyobb terhet rótt a többiekre. Talán ez az a rész a dolgnak, ami miatt nem tudtunk olyan kiegyensúlyozottak lenni, hogy meglegyen a 3. hely, illetve komolyabb eredmény, akár a feljutás is. Nagyon sok játékos mondja azt, hogy nehezebb az MB2-ben futballozni, mint az MB1-ben. Te is így látod? Igen, abból a szempontból nehezebb, hogy a játékosok fizikális mutatói jobban előtérbe kerülnek, és sokkal fizikálisabb bajnokság az MB2. Az MB1-ben jobban dominál a játék a futball. Nyilván arról szól a futball, mindig ezt mondom, hogy alkalmazkodni kell a körülményekhez, alkalmazkodni kell a bajnokság mutatóihoz, és ha jól sikerül alkalmazkodni ezekhez, akkor tud egy csapat sikeres lenni. A szakmai stáb már adott a következő szezonra, milyen lesz a csapat? Valóban igen, a szakmai stáb nagyjából kialakult, még itt is várható egy pici változás. A csapat szintén nyilván az a célunk, hogy egy olyan MB2-ben top játékosokból álljon össze,
ahol hasonlóan a Kisvárda idei koncepciójához, ha egy-egy játékos kiesik, akkor ugyanilyen minőség tudja pótolni, és azt a kiegyensúlyozottságot, ami idén hiányzott a csapatból, azt a következő szezonban tudjuk biztosítani. Kik a biztos távozók, és van-e már esetleg olyan, akiről el lehet mondani, hogy két hét múlva itt kezdjük meg a felkészülést? Hát jó, van több játékosunk, aki kölcsönben volt itt, illetve lejár a szerződése. Az, hogy ki az, aki biztosan távozik, illetve ki az, aki biztosan itt marad, az majd nyilván következő két hétben dől el. A terveink megvannak, de egyelőre még nincs lefixálva semmi. Az ötödik helyen fejezte be a bajnokságot a Spari. Lehet azt nézni, hogy nem volt a feljutás célkitűzésként meghatározva, de lehet azt nézni, hogy a szurkolók egy picit többet vártak. Te hogy értékeled az elmúlt szezon? Nyilván azért fele más érzések vannak bennem, mert én nem örülök ennek az ötödik helynek. Én azért jöttem ide, hogy feljussunk, sajnos ez nem jött össze. Mi lehet az oka? Egy picit talán akár az is, hogy a bajnokság elején elépett az MTK és a Kisvárda a mezőnytől, viszont egy nagyon hosszú bajnokság, 38 fordulóról van szó. Igen, hát azért nagyon hosszú volt ez a bajnokság. Nyilván hogy az MTK-t azt lehetett azzal számolni, hogy ők fel fognak jutni. Ők elég simán meg is nyerték a bajnokságot. Nekünk jól indult a szezon, de sajnos tényleg ennyire volt képes most ez a jelenlegi csapat. Én gratulálok a két csapatnak, az MTK-n és a Kisvárdának. Nyilván jobb lett volna, hogyha mi jutunk fel másodikként vagy elsőként, de most nekik sikerült, mi azon dolgozunk, hogy minél hamarabb fel tudjunk jutni. Saját magad teljesítményével mennyire vagy elégedett? Nyilván ugye a kapus poszt az egy egyéni poszt, azt mondják, de nem vagyok teljesen azért elégedett, hogy azért nem sikerült feljutni. Nyilván azért voltak olyan meccsek, meg a legtöbb meccsen azért, ahol elégedett tudtam lenni a teljesítményemmel, csak nem úgy jött össze így csapatszinten. De tényleg ez van, menni kell tovább. Bár a szezon elején célként nem volt kimondva, kitűzve a feljutás, azért a szurkolók alig, hanem csalódásként élték meg ezt a szezont. Ti játékosok hogyan éltétek meg ezt a bajnokságot? Úgy gondolom, hogy jól indítottuk a szezont. Kimondott célunk ugye nem volt a feljutás, de a végéig ugye küzdöttünk, mondhatjuk, hogy a végéig küzdöttünk azért a harmadik helyért is. Hát reméljük, hogy azért jövőre ütőképesebb csapatot össze tudunk rakni, és jövőre meg lehet a feljutás. Milyen erősségű volt ez az MB2, ugye 20 csapatos a mezőny, 38 forduló? Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz itt játszani ebben az MB2-ben, mert ugye minden csapat tud már védekezni, és most egy-egy gólt mindenki tud rúgni is. Aztán hát úgy gondolom, hogy most az előrefelé játékosoknak is sokkal nehezebb, mint például MB1-be játszani, mert nincs akkora területünk játszani. Szóval úgy gondolom, hogy nehéz bajnokság ez MB2. Te 9 góllal és 17 gólpasszal zártad a szezon, mennyire vagy ezzel elégedett? Hát személy szerint nem vagyok elégedett, mert volt még emellett számtalan lehetőségem, amit be kellett volna rúgnom, vagy gólpasszt kellett volna adnom, de nem is vagyok elégedetlen, szóval mondhatjuk, hogy jól sikerült számomra. Két hét múlva kezdődik a felkészülés, mivel telik a rövid pihenő? Megyünk, meglátogatjuk a családot, Szolnokra megyünk, aztán utána lehet, hogy lesz egy kis Balaton is, aztán igazából ennyi pihenéssel. Az NKK 5-ös nyerte a regionális bajnokságban győztes serdülőkorú fiúkosárlabda csapatok országos döntőjét. Ferenczi Tamás együttese mindhárom ellenfelét legyőzve végzett az élen. Az alapszakaszban a keleti régióba neveztünk és játszottuk. Az első 4 fordulóban kialakult országosan a legjobb 32 mezénye. Sajnos nekünk egy utolsó másodperces kosárral nem sikerült a B csoportban maradnunk, és ezáltal a regionális bajnokságba kaptunk besorolást. Itt játszottunk 4 fordulót, 16 csapat részvételével, és az észak-keleti régiót sikerült megnyerni, és ezáltal az országban a 4 régió összemérhette magát, hogy melyik régióban szerepelnek a legjobb csapatok. Megpályáztuk ennek a rendezvénynek a lebonyolítását, sikerült elnyerni a pályázatot, és a május 26-27-én rendezett körmérkőzéses rendszerben megnyertük a regionális bajnokok tornáját.
kik voltak az ellenfelek, és milyen meccseken sikerült diadalmaskodni? Délről a Szentesi KK csapata volt, Nyugat-Magyarországon a Soproni Tigrisek, míg középről pedig a Gödi Ese csapata képviselte az ország középső régióját. Mind a három mérkőzésünk rendkívül szoros volt, 6-8 pontos különbségekkel sikerült nyerni. Mondhatom azt, hogy egy nagyon kiegyenlített mezőny volt. Ami pozitívum, hogy a srácok annak ellenére, hogy életükben még három mérkőzést 24 órán belül nem játszottak le. Rengeteg tartalékenergiát tudtak mozgósítani, és kritikus pillanatokban sikerült ezeket a szoros mérkőzéseket megnyernünk. Mennyit fejlődtek a srácok az elmúlt szezonban? Ha röviden kell mondanom, akkor azt mondom, hogy nagyon sokat. Ha egy kicsit bővebben kifejtem, akkor én 2017. január 10-én vettem át ezt a csapatot, sajnos egy tragédia folytán, és amikor elkezdtünk a gyerekekkel dolgozni, akkor taktikailag, technikailag is voltak lemaradásaink, illetve kevés mérkőzést játszottak a gyerekek. Másfél év alatt sikerült a hiányosságokat pótolni, próbálunk az ország érmezőnyéhez tartozni. Hál' Istennek a szülők és a gyerekek is fogékonyak a munkára. Heti 4 edzéssel készülünk, rengeteg plusz mérkőzést is játszunk a versenyeken kívül, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak legyenek a srácok. Bízom benne, hogy ez a lelkesedésük kitart, és akkor 1-2 éven belül akár az ország jelmezényéhez is megpróbálhatunk felzárkózni. Ugye nevelő egyesületről van szó, nektek az a dicsőség, ha egy tehetséges gyereket elvisznek magasabb szinten, magasabb osztályba, esetek ti tudtok-e valahonnan igazolni? Isten igazából mi igazolni, keresgélni nem akarunk senkit. Ami érdekes, hogy több gyermek már megkeresett minket itt a városon belül, hogy látja, hogy nálunk milyen szintű munka folyik, hogy a játékosok fejlődnek, és hogy a jövőben szeretnének nálunk kosárlabdázni. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, mi abszolút nem keresünk senkit, és senkit nem csábítunk át más egyesületektől. Több sportágos hasonló a kosárdában is lassan véget ér a 2017-2018-as szezon, sőt az NKK csapatai számára már be is fejeződött. Hány korosztályban, hány csapattal vettetek részt a elmúlt szezon bajnokságain? 4 korosztályban vettünk részt, 5 csapattal a bajnokság versenyében, több mint 110 versenyzővel. Jelenleg is edzésen lévő U14-es korosztály, az U12-es és az U11-es az országos bajnokságban, előkészítő korosztályban, a megyei bajnokságban vettünk részt. Legnagyobb sikert az U14-esek érték el azzal, hogy a regionális bajnokok bajnokai lettek 2 héttel ezelőtt itt Nyíregyháza nevességben rendezett 4-es tornán. Milyen bázissal épül az NKK fiatalok játékos keret, és kik azok az edzők, akik foglalkoznak a gyerekekkel? A Nyíregyháza Egyetem 5-ös jó gyakorló iskola és általános iskola és gimnázium a bázisiskolánk. A gyerekek 90%-a ebbe az iskolában jár, értelemszerűen az edzések egy részét is itt tartjuk meg. Az 5 csapatnál 4 edző dolgozik, Ferenci Tamás az U14-es csapatnál, Ráne Szavics az U12-es csapatnál, Pejvásárló az egyik előkészítőn is a U14-B csapatunknál, és Fizes Tamás az U11-es korosztályi csapatnál edzősködik. Elégedettek vagytok ezzel a létszámmal, vagy esetleg szeretnétek bővíteni? Mindenképpen bővíteni szeretnénk. Jövőre csatlakozik az egyesületünk a Kosárpalánta programhoz. Az 5-ös gyakorló iskolában szeretnénk indítani, ahogy a nevében is benne van, egy Kosárpalánta csoportot, ez 9-10 éves gyerekek lesznek. Itt szeretnénk egy iskolai testnevelő közreműködését megnyerni, majd nagyjából ez már azt hiszem, hogy meg is van. Ez egy külön bajnokság, országos lefedettségi bajnokság, igaz, hogy csak ilyen jambori versenyek vannak benne, de akkor is itt már gyerekek versenyeznek, illetve jövőre U16-os korosztályba indít egy csapatot az egyesületen. Egyébként mi a plafon, benne van esetleg a pakliban az, hogy előbb-utóbb felnőtt csapata is lesz az egyesületnek? Felnőtt csapata is van, megyei férfi felnőtt csapatunk is van, a megyei bajnokság második helyezését értékel. Ettől nagyon többet és jobbat nem szeretnénk, ez gyakorlatilag az egyesületből kiöregedett régi játékosainak egy ilyen hobbi csapata, és az U16-os korosztály lesz az az utánpótlás korosztály, ameddig mi az utánpótlás nevelést szeretnénk végezni, folytatni. Itt nagyon szeretnénk ebbe a eddig a korosztály nagyon eredményesek lenni, és innentől majd az lesz a célunk, hogy az U16-os korosztályból kiöregedő játékosaink a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárda Akadémiában játszanak majd tovább 18 éves kortól, U20-as korba, és esetleg majd felnőtt korosztályba az NB1-be is, vagy reméljük minél hamarabb átcsoportos csapatban. Egyébként mi a tapasztalat? Ugye nagyon sok sportág próbálja megnyerni magának a gyerekeket, aztán a sporton kívül is elég sok elszívó erő van. Mennyire könnyű találni olyanokat, akik kosárlabdát veszek a kezükbe? Nagyon nehéz, ezért is csatlakozunk a már az előbb általam említett Kosárpalánta programhoz, mert
ott sokkal nagyobb az esély annak, hogy iskolában egy iskolai testnevelő is be van vonva, hogyha ez kapcsolódik, hogy a gyerekek az adott sportágat jelen esetben a kosárlabdát választják. Hát borzasztó nehéz azok az elszívó hatások, azok a különböző dolgok, amik fiatalkorunkban nem voltak, most a gyerekekre borzasztó csábítóan hatnak, tehát nagyon nehéz megfogni őket a sportnak. Ez csak azzal lehet, hogy a körülmények jók, szép terembe edzenek, jó edzőkkel, jó körülmények között, szép mezbe, és akkor talán akkor meg lehet őket fogni. Azt is említsük meg, hogy azért igyekeztek kitekinteni a nemzetközi porondra is, torna rendezéssel is, azzal is, hogy a srácokat olyan élményhez próbáljátok juttatni, ami meghatározó lehet a pályafutásokat tekintve. Idén harmadszor tervezzük megrendezni az ötvös kupát, jövőre U16-os korosztályba. Szintén az eddigiekhez megszokottan 8 csapattal, és idén ugyanúgy, mint tavaly 3 külföldi csapattal, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy hol tartunk a nemzetközi mezőnyhöz képest, de nem csak ez, hanem visszük is a gyerekeinket külföldre. Idén készülünk még Kassára, Nagyváradra, illetve márciusban már voltunk Újvidéken, ahol játszottunk a 5-ös kupán vendég KK Novisza csapatával 2 edzőmérkőzést, illetve megnéztük ott egy Euróliga meccset a Cverno Zvezda Real Madridot. Említetted, hogy még edzenek a gyerekek, mikor zárul a szezon, és mikor kezdődik majd a új felkészülés? Július 7-én, 8-án zárjuk úgymond a szezont. Akkor azon a héten már csak levezető edzések lesznek. Megyünk még június végén egy ilyen szezonzáró edzőtáborba, illetve június végén még, ahogy mondtam, játszunk Kassán 2 edzőmeccset, és július 30-án már kezdünk, tehát összesen 3 hét szünet lesz a 16-os, 14-es korosztályú csapatainknak. Július 30-án Gyulaházán kezdünk egy 7-es bentlakásos edzőtáborral, augusztus 4-ig, aztán utána folyamatosan minden nap edzés. Minden nap edzés, mert mind a két korosztálya szeretnénk jövőre előrébb lépni. Kedden csatlakozott az úzas válogatott keretéhez Fazekas Csaba. A szezon még Debrecenben kezdő nyíregyházi kosárlabdázó bízik abban, hogy ott lesz a bulgáriai Európa-bajnokságra utazó csapatban. Mikor visszajöttem, kicsit bele kellett rázódjak abba, hogy újra felvenjem a csapatvársak ritmusát és a játékot. Olyan szempontból könnyen ment, hogy ismertem őket már régről, tehát kiskorom óta itt kosárlabdáztam, úgyhogy ezzel szerintem nem volt baj. Kicsit csalódott vagyok nyilván, hogy nem sikerült a 4 közé jutnunk a csapattal, de szerintem ez az 5. hely is azt mutatja, hogy nagyon egybe volt ez a csapat, és hát reméljük jövőre ott tudunk lenni a legjobb 4 között. Számodra még nem ért véget ezzel a szezon, hiszen következik a válogatott edzőtábora, majd a felkészülés után a szófiai Európa-bajnokság. Milyen csapatban mész, hiszen nem először öltödnöd magadra a nemzeti mezt? Igen, nagyon örültem, hogy behívtak az úszos válogatottba. Ugye most egy éve fiatalabbként lehetek ott, aminek nagyon örülök, és igyekszem majd megállni a helyemet. A tavalyi évben nem tudtam ott lenni az U18-as csapattal, mert mandulaműtétem volt, ez sajnálatos volt részemről is, meg a csapat szemszögéből is. Hát ez a 98-as korosztály nagyon erős, úgyhogy szerintem nagyon jó esélyünk van arra, hogy nagyon jó helyezést elérjünk majd az Európa-bajnokságon. Ki a csapat szövetségi edzője, és mit tudsz a felkészülésről? Pór Péter a szövetségi kapitány. Június 5-én kezdünk Székesfehérváron. A második héten már megyünk Skopjéba, egy felkészülési tornára, utána Berlinbe. Azután pedig Kecskeméten leszünk már végig gondolom a felnőtt válogatottal együtt. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.